Na srácok, újra itt vagyok. Ó, ez a fűrészes pálya. Na. Hát akkor menjünk. Menjünk valamerre. Nem tudom még, hogy ki a killer. Ó, a piramis fejű. Így a, aha, így a zenéjéből. Már ennyiből meg lehet mondani, hogy ki a gyilkos. Hello? Ott van. Ó, már valakit elkapott. Hát ez nagyon jó. Milyen szar kezdés, öcsém? És itt vagyunk fönt mind a négyen, és senki nem csinál generátort. Beszarok. Na, szedd már le. Most mit mutogat? Szedd már le! Hát ez hülye, geci. Láttátok? Azt próbálta magát kiszabadítani a kampóból, ez a hülye meg oda legugolt és így mutogatott. Hát miért nem szedte le rögtön? Én nem értem ezeket a játékosokat. És lehet mondani, hogy te miért nem csinálsz generátort? Hát mert nem találok egyet se. De ilyen hülye játékosokat, geci. És ezek már mind elég jól játszanak, mert már vagy piros, vagy lila rankosok, azok már elég jók, és ezek mind ilyenek. Én egyszerűen nem értem. Nem. Nem. Nézzétek meg, egy generátor nincsen sehol. Ó, Istenem. Na, ez már bukovári. Én már innen megmondom, hogy ennek már annyi, na. Ennek a meccsnek, tehát ez... Nem tudom, szerintem nincs barbecue-ja. Jó, akkor már meglátott volna. Na, itt egy generátor. Szuper. Ó, egy hex totem. Nagyszerű. Leszettek egy hex totemet. Ilyen durva, hogy még nem készült el egy generátor, de már kettő akasztás volt. Jaj, ne! Jön erre. Bassza meg! Jól van, nem rám jön. Nem, itt a csapattársakkal van a probléma szerintem. Balfaszok, egyszerűen. Azaz, a ládanyitás, az megy, bazd meg, az megy. A generátorok helyett az megy. Jó, én... Álljál már meg! Álljál már meg! Te akkor baszódj meg! Most őszintén, srácok, ez mi? Újt nem látott meg engem. Hagyjad már. Nem látott meg a gyilkos engem. Hát, ez kész. Ajaj, most itt kempel. De most miért nem hagyta, hogy felhíleljem? Láttátok így? Nem normálisak ezek. Tehát így... Fú... Nem, én az ilyen csapatot gyűlölöm, rühellem. Na ezért szeretem ezt a perket, mert ilyenkor mindig lehet látni, hogy a gyilkos hol van. Én sajnálom, hogy kevesen használják ezt a perket. Megpróbálom majd leakasztani. Úgy baszódj meg!
futi van most nagyon. Jól van, nem jött utánam. Ó, gyere csak. Ó, ez az. Milyen nyögés hangok, hát mint hogyha egy pornófilmben lennénk. Munkatársaim is mindig mondják, hogy mi van, pornót nézel, mikor nézek erről a játékról videókat. Tehát egyszerűen hihetetlen. Nem, ez a csapat, ez bukó. Még ezzel a csajjal szerintem nincs is baj, a másik kettővel vannak itt a problémák, tehát ennyit számít egy csapatmunka, hogy milyen játékosokkal vagy együtt. Hogyha ilyen szarokkal, mint az a csávó is, hogy nem hagyta, hogy felhíleljem, és akkor tízé, hogy tette-vette magát, meg elszaladt, hát akkor rohagy meg, hát komolyan mondom. Jó, ez most felment. Jó. Hát, én nem merlek itt hílelni. Na, itt van a fogyatékos. Na most mit mutogatsz, bazd meg? Mutogat, hogy menjek arra? Minek? Mi van veled, ember? Te normális vagy amúgy? De most mi a fenét mutogatott? Ezt nem értem. Hát nem jobb, hogyha ketten felhíleljük? Nem, ezek hülyék, geci. Egyszerűen. Na, az meg is halt, jól van. Hát ez óriási. És azt vágjátok, hogy még egy generátor nem készült el? Tehát... egy generátor nem készült el, egyszerűen. És kivégezte. Hát ez... Hát srácok, én nem hittem volna, hogy ez egy ilyen meccs lesz. Ó, Istenem. Hát... gyorsan megöl minket. Szerencse, hogy nincsen barbecue-ja, így nem lát engem. Megpróbálom leakasztani. Juha. Jól van. Elment. Itt vagyok. Most is. Mit csinálsz, ember? Ki beugrál a szekrénybe, hogy magára hívja a gyilkos figyelmét? Ki beugrál? Hát, öcsém. Én nem... Hát ez kész. Tehát ez... Ilyen hülye játékosokat. De ez miért jó? Na, itt egy totem, ezt addig leszedjük. De most... Ez mire jó neki? Mit, hogyha direkt magára hívná a figyelmet, hogy hallod, öljél már meg. Nem, ez a csávó, meg az a csaj, az a skines, hát ez a kettő, ez katasztrófa volt. Az, aki engem felhílelt, ő még szerintem még jól is játszott. Jól is játszott volna, hogyha ez a másik kettő nem lett volna ennyire hülye. És én azt mondom nektek, ezek meg is érdemlik a halált. A killer megérdemli a pontot. Én azt mondom, mert ez a csávó, ez egy idióta. Tehát ez kész. Ugyebár ez volt, aki legelején ott googolt, és így mutogatott a kampónál. Nemhogy a csajt leszette volna, így mutogatott. Ez kész, ez szánalmas. El se kezdem a generátort amúgy, de... felesleges, tehát 5 kell, egyedül a hatch menthet meg engem. Megérdemled a halált, bazd, mert egy idióta vagy, egy hülye. Most ugráljak én is itt ki, bassz, szekrénybe? Azt is kivégezte. Na! Már csak én maradtam, srácok, hol van a hatch? Ezt meg kell látnom. És megtalálta a gyilkos. Bassza meg!
Ajajaj. Ott volt a hecs egyébként, lehet látni. Most az egyik ajtón megpróbálok kimenni. Az az egy a szerencse, hogy itt eléggé távol van a két ajtó, úgyhogy még talán lehet szerencsém, hogy kijussak. Jó, itt nincs itt a gyilkos. Itt az egyik ajtó, itt jobb oldalra. Aha. Ugyebár most a gyilkos ilyenkor nézi az ajtókat, hogy valaki nyitja-e. Jó. Itt az egyik, jól van. Eléggé távol van a két ajtó, talán még lehet esélyem. Itt még várok, amíg a gyilkos vissza nem jön, aztán elindul a másik ajtó fele. Most! Most, 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 gyorsan, gyorsan, itt volt. Talán lehet esélyem, srácok. Úristen, de lassan nyitod. Nem hiszem el. Gyorsan. És már jön a killer, gyorsan. Tíbegelünk. Ezt neked. Hú, srácok. Ez kemény volt. Na, hányas szintű volt a gyilkos? Egyes szintű! És volt egy négyes szintű, meg egy ötös szintű játékos is. Hát ez kész, srácok. Egyes szintű killertől meg tudtam menekülni. Ez az!